Halleluja. János evangélium 5.24-ben az van, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Lehet, hogy már nagyon sokszor hallottuk ezt az igét. Nagyon fontos, még egyszer elmondom, már vannak erről anyagaim itt fönn, meg lehet nézni az Ógörögbe is, nyugodtan utána lehet nézni, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, bocsánat, hogy akkor örömhír, az evangélium az akkor örömhír, hogy ez azt jelenti, hogy átment valaki a halálból az életbe, és nem megy kárhoztató ítéletre. Mondom még egyszer, nem megy kárhoztató ítéletre. Nem megy kárhoztató ítéletre. Igen ám, de kérdezheti valaki, hogy akkor miért mondja azt egy másik helyen az ige, hogy meg kell jelennünk Krisztus ítélőszék előtt. Na most azt is meg lehet nézni, van erről anyagom, majd be fogom esetleg linkelni, régebbi anyag, hogy a hívőknek az nem károsztató ítélet, hanem egy díjkiosztó gála. Halleluja! Halleluja! Tehát meg kell tagadni, és ellene megyek, és az ige alapján meg kell tagadni azt a hazugságot, amit már láttam, hogy például valaki terjeszti, egy Miklós nevezet, most mindegy, hogy hogy hívják, mert lehet, hogy többen is. Aki azt írta valahol, olvastam, hogy nincsen olyan, hogy te neked üdv bizonyosságod van, hogy te ezt tudod, hogy üdvösséged van, hanem ez egy nagy kérdés, és ezt nem lehet tudni. Na most ez az ördögtől van. Tehát ez az ördögnek a tévtanítása, hogy nem lehet tudni. Figyelj ide! Mit nem lehet tudni? Itt van az ige, hogy aki hisz, az már a múltban átment a halálból az életbe, és nem megy károsztatásra. Tehát itt az ítélet, tehát a károsztató ítélet van. És az, ami a Krisztus ítélőszék, az meg egy díjkiosztó gála, az olyan, mint egy sporteseményen, amikor átadják a díjakat. Halleluja! 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 Ennyit tudok mondani, halleluja! És hú, nagyon fontos még elmondanom, erről is már beszéltem. Most bocsánat, lehet, hogy szájbarágosnak tűnik, de hogy ez ne úgy lássátok, én úgy hiszem, hogy mint ahogy egy mondjuk egy oroszlán elkap a sivatagba, vagy a, tehát elkap egy gazellát mondjuk, vagy egy zsákmányállatot, vagy egy növényevő állatot, és akkor ráteszi a fogait a torkára, és akkor azt mondja, hogy tudod mit, akkor inkább elengedlek. Tudod mit? Elengedlek, kegyelem, takarodjál innen, te mocsok, de szemem elé ne kerüljön. Nem. Ez megint egy hamis sátáni tan, hogy mert hallok ilyet is. Vagyis hát ezt így konkrétan nem, de ha nem tudjátok, miről szól a történet, a Bibliában benne van. Benne van. Hogy az atyai, Isten egy édesapa, és az atyai szíve tette ezt, ahogy a tékozló fiúnál is, hogy már ott várta az apja, elé futott. És azt mondja az ige, hogy új teremtések vagyunk, hogy király gyermekek vagyunk. Hogy nem csak megkegyelmezett bűnösök, sőt, azt mondja, hogy mi új teremtések vagyunk, és a királynak a gyermekei vagyunk. Tehát a világ mindenség királyának. És minden hatalmat megkaptunk. És halleluja. És a királynak a fia és gyermekei azok öröklik a trónt is. Hát erről szól a dolog, hogy minden a miénk, hogy mindent megkaptunk. Hogy gondoljátok bele, hogy azt mondja az ige, hogy adtam nektek hatalmat minden, a gonosznak minden ereje fölött, és semmi sem ártat nektek, kígyókon és skorpiókon tapossatok, álljatok ellene, megrontja a sátánt a lábatok alatt hamar, és így tovább. Hát ez az öröm hír. Hát ha én magam adok neked, egyébként, aki eladok neked, mert van egy bibliát, adok neked, akkor én odaadom ajándékba, akkor mit van neked? Akkor van egy bibliád. Hogyha Jézus meg mindent odaadott, hatalmat adott a gonosz felett, akkor az is megvan, ajándékba. Halleluja! Ne forgassuk már ki össze-vissza az igét. De igen, tudom, mit mondanak, hogy
Ja, igen ám, de hogyha már az embernek van egy olyan tudata, hogy ő már egy királyi gyermek, és üdvössége van, és hogy Isten annyira szereti, és halleluja, akkor majd ez nem fogja arra csábítani az embert, hogy esetleg visszaéljen vele, vagy ilyesmi? Akkor nem az van, hogy akkor vétkezzünk-e, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, és az ige mondja azt, hogy nem, mert azt mondja az ige, hogy mi módon vétkezzünk, ha meghaltunk a bűnnek. És azt is mondja, a test halott a bűn miatt, ezért kell egy új test. Egy szellemi test, egy dicsőséges test. Mert amíg itt a földön vagyunk, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben, tökéletes, 100%-os ember nincsen, hogy ne hibázna, ne bukna el. Ha valaki ezt kimeri jelenteni, hogy ő már elérte, és ő már a tökéletes, ő már neki nincs semmi hibája, soha nem mindenkit 100% szeretettel szeret, és mindenben tökéletes, akkor én megkérdezem azt az embert, értitek? Mert az lehet, hogy tehát ezek az emberek, akik sokszor keménykednek, ezek másokkal szemben keménykednek. Mert így, mert úgy, de magukkal szemben meg sokszor az van, hogy megengednek olyan dolgokat. Tehát, hogy ne legyen már ez, hogy másról elvársz esetleg egy olyan tökéletességet, amit te se tudsz megütni. Tehát ez egy farizeusi dolog, hogy állandóan figyelni. Tehát vannak én példázatok, hogy ne a másik szeméből szedegessük már állandóan. És most nem arról beszélek, amikor tévtanítások vannak leleplezve, meg fedni. Tehát természetesen, hogy konfrontálni van, amikor kell. Tehát nem arról beszélek, hogy akkor most minden szuper, és akkor mindenkinek azt kell mondani, hogy odamész, mit tudom én, az utcán a pedofil tömegjük, vagy most szélsőség, vagy mit tudom én, egy autótolvajhoz, vagy valami, és akkor megveregeted a vállát, hogy nagyon jó, nem is kell megtérned, mert már nem megtérést hirdetünk, mert már úgy szeret téged. Tehát nem erről van szó. Persze, előbb szerette Isten a világot, előbb szerette, de ugyanakkor erre azt mondja az ige, hogy újjászületés és megtérés. Tehát ezt átveszi, így veszi át az ember. És az evangélium az arról szól, ugye, hogy a kegyelem, ugye, tehát az is fontos elmondani, hogy a kegyelem az arról szól, hogy egy jogos dolgot nem kap meg az ember. Tehát mármint, hogy mit tudom én, van, aki börtönben van, és kap egy köztársasági elnöki kegyelmet, akkor ez azt jelenti, hogy bár le kéne ülni, de mégse. Tehát azt hiszem, tudni kell, hogy ez nem arról szól, hogy most minden jó, és a világ jó, és az emberek, és mindenkinek minden cselekedete jó. Tehát ne nevezzük a rosszat jónak, mert az is egy rossz dolog. Tehát ha valaki gonosz, akkor abban meg kell térni a gonosz utakból, azt mondja az ige. És az Úr azt mondja, hogy még a gonosz halálának sörül, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Tehát azért az se igaz, tehát azt sem mondjuk, hogy már nem kell megtérni. Most pedig menjünk akkor egy olyan területre, ami megint egy kérdéses, vagyis hát egy vitatéma, hogy mi van akkor azokkal, aki mondjuk egy jó fej ember volt, de mondjuk a gyerekekről például, hogy gyerek, ha meghal, vagy valami. Akkor mi van, hogy akkor nem tért meg, akkor most elkárhozik? Én azt mondom, hogy nem. Tehát én azt mondom, hogy Isten a szeretet, Isten igazságos, most nyilván az most egy érdekes dolog lenne, hogyha mondjuk van egy... Tehát ezt nem úgy kell venni szerintem, hogy akkor most mit tudom én, van egy hölgy, aki mit tudom én, esetleg elvetélt, és akkor azt mondani neki, hogy figyelj, akkor a pokolban van a gyereked, mert nem tért meg, tehát mert hallottam már, tehát mindent hallani, értitek? De nem erről szól a dolog, hogy állandóan okoskodni, meg kitalálni, hogy akkor most hogy, akkor mint, akkor most hogy van, hogy mert látok egy ilyet, hogy egyszerűen szóval, ha valakinek olyan Isten képe van, hogy Isten az állandóan nézi, és arra figyel, hogy te milyen hibákat követsz el, és azokat följegyzi, és úgymond bele akarja dörgölni az orrodat ezekbe a hibákba, hát ez egy borzasztó károsztatás alatt lévő élet. És vigyázzunk, mert aki károsztatás alatt van, az másokat is kárhoztatni fog. Mert nincs békesség, egy ideges ember lesz, ami nem baj, hogyha ha valaki azért ideges, mondjuk jó értelemben, mert mondjuk a sátánnak a dolgai idegesítik, és ezért egy nagy imaharcos, vagy egy nagy, vagy konfrontál valaki, az a nincs, tehát a gonoszszal persze, tehát a gonoszt, nem mondjuk azt a gonoszra, hogy tök jó, meg minden. Hát ha megnézzük a világot, akkor olyan dolgok történnek, a minden nap látom tényleg itt, akár a Facebookon az ember, hogy mit tudom én, emberek egyszerűen öncélúan állatokat mondjuk kínoznak, meg mit tudom én, tehát felháborító, meg egy embereket, meg mit, tehát azért mondom, hogy ez nem arról szól, hogy akkor most ilyen bárgyú mosolyjal, ilyen jámbor emberként, hogy jaj, minden jó, nem kell senkinek megtérni,
itt akkora nagy, tehát nem erről szól a történet. Nem erről szól a történet, tehát mert olyat is hallottam, mert tehát valaki mondott olyat is, tényleg most nem akarok itt minden tévtanítást egyenként, de valaki mondta, hogy hát ez nem arról szól, hogy megtérés, hogy kiállt evangelizálni egy ember, és azt mondta, hogy én nem megtérést hirdetek. Hát akkor mit hirdet? Persze ő úgy akarta értelmezni, hogy ő azt akarta kihirdetni, hogy már meg van bocsájtva minden bűn, és akkor, hogy ezt már csak vedd át. De hát ez a megtérés, hogy átveszem. Tehát a megtérés az azt jelenti, hogy gondolkodás megváltoztatása, és hogy feltétele a megtérésnek, hogy mondjuk bűnvallás, bűnbánat. Szerintem, aki megtér, az természetesen bánja a bűneit, tehát, de viszont azt nem gondolnám, hogy mondjuk azt, hogy rohangálni emberekhez, és akkor mindig keresni egy másik embert, akinek tételesen mindent megvallani, hát figyelj ide, hogyha az Úr indít, persze, mert van olyan ige, hogy valljátok meg, de az is igaz, hogy mondjuk amit elkövet az ember, mondjuk ha megtérsz 30 évesen, előtte, amit elkövettél, azt össze akarod írni, hogy megvalljad az összeset, hát nem tudod összeírni, barátom. Tehát akkor állandóan azon fog járni az eszed, hogy hú, még lehet, hogy nem vallottam meg azt, hogy 5 éves koromban mit tudom, én elcsentem egy szelet csokit, és akkor emiatt még átok jön, nem, ilyen nincsen. Tehát ez az átokkal való fenyegetőzés, ezt felejtsük el, hogy megtért embereket ilyen mondva csinál dolgokkal, hogy öregapád az, mit tudom én, bement egyszer egy katolikus templomba, és meghajolt, és ezért neked ellopták a biciklidet, szóval most nem vicc, tehát értitek azért, mert tényleg olyannal is találkoztam, hogy egyszer mit tudom én, valakinek fájt a lába, és akkor elkezdte a másik hívő így nyektetni, hogy figyelj, a nagyszüleidnek a bűnei meg izé, hallod? Tehát most tudom, hogy ez extrémű hangzik, de figyelj, régi motorosok, meg aki te is az vagy, hogyha ezt hallgatod, régi motoros. Tehát olyan dolgokat tapasztaltál meg, főleg a karizmatikus mozgalomba, meg a kereszténységben úgymond, hogy elképesztő. Tehát, hogy itt tényleg a bolondériáknak, meg az ige kiforgatásnak a szintjei. Tehát el akarom mondani, tehát még egyszer, tehát János, itt van a Bibliádban, nyugodtan nézd meg, János 5.24, örök élete van, tehát valljuk meg, hogy örök életem van, hiszek, bemerítkeztem vízbe szellembe, újjászülettem, és nem megy az ítéletre, itt az ítéletnél mondom a károsztató ítélet, tehát minden ellenkező híresztelésével ellentétben a hívőknél nincs az, hogy utána pofonokat fogsz kapni, meg dádázni, hogy mit tudom én, mert tehát nem mész ítéletre, hanem átmentél kegyelemből, Jézusom volt az ítélet. Na most figyelj ide, a másik, hogy ugye van olyan ige is, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Na most, hogyha ezt vesszük, egyszer mesélte egyik pásztor, vagyis egyik hívő, most mindegy, hogy böjtölt, és akkor meg akarta törni a böjtöt. És kikészítettem el, mit tudom én, kajákat, és akkor hirtelen egy mentőautónak hallotta a hangját, hogy ott az a lakás előtt elment. És akkor az ördög szólt hozzá, hogy ne törd meg a böjtöt, mert hogyha megtöröd, akkor miattad fog ez az ember meghalni, akit visszamentő, mert hogy most még ki kell tartanod a böjtbe, mert ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak, és böjtölje azért az emberért, akit visszamentő, értitek? Tehát egy ilyen hajszolt űzöttségbe akarta vinni az ördög, és akkor ez nem az Úrtól volt, tehát nem az Úr hangja volt. Tehát az ördög csinál ilyen önkínzó erőltetett dolgokat, hogy még ezt csináld, még azt csináld, még sose vagy elég jó, még mindig rossz vagy, még mindig nem vagy jó, meg... Tehát ez az Isten kép, amit némelyek, ami nem egy édesapa, nem egy szerető édesapa, hanem mint egy ilyen frusztrált katolikus farizeus, nekünk volt egy ilyen tanárunk általános iskolában, hogy ordibált mindig az emberek, hogy gazember, meg mindenki ma rosszat nézte. És nem építő szándékkal, tehát Isten nem ilyen, ő egy édesapa, abba, ezért mondhatjuk, hogy abba, ami azt jelenti, hogy apu. Ezt hirdetjük, meg azt hirdetjük, hogy átmentünk a halálba az életbe, és még egyszer Pál fölteszi a kérdést, akkor vétkezzünk azt, hogy nem, mert meghaltunk a bűnnek, tehát törekedjünk természetesen a szentségre, azt is mondja az ige, tehát az igében minden benne van, nem kell kiforgatni, minden benne van, törekedjünk a szentségre. Azt mondja, hogy aki fél, az nem lett teljesen szeretetbe. Hogyha félsz és rettegsz attól, hogy Isten még haragszik, és még nagyon nagy pofont fogsz kapni, és még el fogja kapni egyszer a grabancodat, holott már újjászületett hívő vagy, és törekszel a jóra, akkor barátom, a sátán játszik veled, és nem akar téged béké hagyni, hanem mindig mondja a dolgait, hogy úgyhogy valljuk meg együtt, ha van kedved velem, valljuk meg, hogy tehát halleluja, én hívő vagyok, és nem kételkedő. A mindent teremtő Isten, az én mennyei édesapám, aki szeret engem, és gyermeke vagyok,
és nem megyek ítéletre, károsztatásra, hanem jutalmazó gálára, és a mennybe, mennynek a polgára vagyok, a mennynek vagyok az állampolgára. Nagyon szeret engem Isten végtelenül, úgyhogy a fiát odaadta értem, akkor mi mondod, ne adna nekem mindent, ha a fiát odaadta. Halleluja, ezért végtelen hálás vagyok, ezt nem tudjuk visszafizetni, vagy kifizetni. Ahogy van az a dalba is, hogy sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. Angolul, I never know how much it cost to pay my sin upon the cross. Uram, te mindent átadtál, és azt mondod, hogy te vagy az én fiam, akiben gyönyörködöm. És köszönöm, hogy előre jó cselekedeteket készítettél, hogy azokba járjunk. És Uram, cselekedjél még. Tudom, hogy nagyobb dolgokat fogsz cselekedni. Nagyobb jelek és csodák történnek. Gyógyulások, szabadulások, Uram. És imádkozom azért, hogy mindenki el tudja ezt fogadni, hogy te úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy levegyed, hogy elmenjen a harag rólunk, és átmenjünk a halálból az életbe, és ne menjünk károsztató ítéletre. Te mindent megtettél, Uram, mert te nem örülsz még a gonosz halálának se, hanem hogy megtérjen és éljen. Halleluja! Te vagy a szeretet, te vagy a jóság. Halleluja! És add meg, hogy úgy hirdessük az evangéliumot, és úgy mondjuk el, ahogy te akarod, és úgy konfrontáljunk, ha kell, hogy, ahogy te akarod, hogy ne emberi indulatból legyen, Uram, hanem tőled legyen, és ne kontrolláljunk senkit, de az igazat ki kell valamikor mondani, ki kell mondani, tehát az igazságot hirdetjük. Halleluja, ebbe is vezessél, Uram. Halleluja. Ezért hálát adunk neked. És köszönöm, hogy kivettél minden félelmet. Azt mondod, hogy megszabadítottad azokat, akik halálból való félelemtől mindig rabok voltak. Azt mondod, hogy akit a fiú megszabadított, az valóságosan szabad, és milyen emberek vagyunk. Köszönöm, hogy megszabadítottál. És köszönöm, hogy új testet is fogunk kapni ehhez az új szellemhez, új, és hogy a lelkünket pedig szabhatjuk a te valóságodhoz, beszédedhez, és a te jelenlétedbe vagyunk, és bennünk ész, és a testünk a Szent Szellem temploma. Tiéd minden dicsőség, Uram, most és mindörökké. Amen.